Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Fejlesztés. 130 millióból újraindítanák a szövőipart Decsen. Még mozi is lesz. Átépítik a művelődési házat Sióagárdon. Idén is 20 dolgozót jutalmaztak, átadták a céggyűrűket Pakson. Pályaorientáció, szakmákba postolhattak bele a bonyhádi diákok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Akár 30 új munkahely is létrejöhet Decsen, ha sikerül újraindítani a település egykori büszkeségének számító szövőipari vállalkozást. A projekt megkezdéséhez szükséges pályázatot már megnyerte a helyi önkormányzat, első körben 128 millió forintot köthetnek a vállalkozás épületének felújítására és a gépek egy részére. Tilos idegeneknek belépni az egykori Decsi Szövőipari Szövetkezet udvarára áll a táblán. Igaz, nem is lenne miért. Azóta, hogy a cég a rendszerváltás után megszűnt, az épület együttes az enyészeté lett. Ez a fotó ugyanitt készült 1919-ben. Akkoriban virágzott a településen a szövőgyár. A szőtteseknek belföldön és külföldön is nagy keletjük volt, és volt olyan időszak, amikor a cég több mint 50 helyi nőnek és férfinak adott munkát és megélhetést. Ezt éleszteni fel a nagyközség polgármestere hamarosan egy nyertes pályázat segítségével. Itt első ütemben 128 millió forintot nyertünk, itt valószínűleg két vagy három ütem is lesz, amire befejeződik a beruházás, de ez munkahelyteremtéssel is együtt fog járni. Itt egy lerobbant épületet fogunk helyreállítani, és ott pedig a szőttesgyártást szeretnénk Decsen beindítani. A beruházás akár 30 új munkahelyet is teremthet, így számol a polgármester. Az egykori szövőipari szövetkezet épületét a Tolna megyének jutott 27,5 milliárd forintnyi terület és településfejlesztési program forrásaiból újítják fel, és a gépek egy részét is ebből szerzik be. Az ehhez szükséges pályázatot már meg is nyerte a település önkormányzata. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen egy nemzetnek az értékét az adja meg, hogy az ott élő emberek milyen körülmények között tudnak boldogulni, milyen körülmények között tudnak munkát vállalni, és milyen körülmények között tudják a családjukat felnevelni. A tényleges munkák Decsen a tervek szerint tavasszal indulnak el. Teljesen átépítik a Sióagárdi művelődési házat. Az épület a jövőben alkalmas lesz arra, hogy párhuzamosan többféle funkció is működhessen benne. A tervek szerint még a kor igényeit kielégítő mozi is lesz majd. Azt kell mondani, egy nagyon régi kivitelezés volt a kultúrház belsején. Az aljzat azt nem is tudom hány tíz éves múlttal rendelkezik a falak, és mindig ugye ezek a javítsunk, ide húzzunk egy kábelt. A múltról mesélgető Attila a Sióagárd polgármestere. Azt mondja, nem lehetett tovább várni a műfáz teljes rekonstrukciójának befejezésével, mert hiába festettek kívülről, hiába korszerűsítették az energetikai rendszert, a ház jelen állapotában már messze elmaradt a kor követelményeitől. Arról nem is beszélve, hogy a funkciós terek is hiányoztak. Az új színpad az ebbe a pályázatba, és egy másik pályázatba pedig már azt kell mondani, hogy a reményeink szerint azért fogunk jutni, hogy technikailag is fejlesszük a kínálatot, a kultúrász kínálatát. Közt álmaink közt ugye szerepel egy mozinak nevezhető eszköz is, amivel ugye akár hivatalos vagy ilyen ártmozi kategóriába is részt tudnánk venni. Emellett a belső átalakításnak köszönhetően alkalmassá válik a ház arra, hogy párhuzamosan több rendezvénynek is helyet biztosítson. A beruházás megközelítően 20 millió forintba kerül, amiben a berendezések cseréje is helyet kapott. A tervek szerint a decemberi rendezvénysorozatok már a megújult házban zajlanak, Sióagárdon. Az államilag finanszírozott helyek nem szűnnek meg a hazai felsőoktatásban, a kormány az ingyenes tanulás lehetőségét a teljes intézményrendszerben tartósan megkívánja őrizni, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A közleményre azért volt szükség, mert korábban napvilágot látott, hogy a Corvinus Egyetemen 2020-tól egyáltalán nem lenne államilag fizetett hely, helyette saját ösztöndíjprogramot indítanak, ami Palkovics László innovációs miniszter szerint a felsőoktatás hatékonyságát szolgálná.
A tanulók 95%-a aktívan foglalkozik a továbbtanulás kérdésével, 36%-uk szeretne diplomát szerezni, őket követik a szakma és érettségi után érdeklődő 23%, míg a szakképzettség megszerzésében 15%-uk gondolkodik, derül ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs kutatásából. A profi sport és az állatgondozás a legnépszerűbb jövőbeli foglalkozás, de a számítógépen végzett munkát és a szakácsmesterséget is 30% jelölte meg. A legtöbb diák a biztos munkahelyet és a magas kereseti lehetőséget tartja a legfontosabbnak. Idén 27. alkalommal adták át a céggyűrű kitüntetést a Paksi Atomerőmű dolgozóinak, idén is 20-an vehették át a díjat Hanvas István nyugalmazott vezérigazgatótól. Az EGRI csillagok óta mindannyian tudjuk, hogy a falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében van. Vagyis az erőmű biztonsága és teljesítőképessége nem a konténment betonjában, a reaktor acéljában, hanem az üzemeltetők lelkében keresendő. Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója köszöntötte a megjelent díjazottakat és családtagjaikat. Az idei céggyűrű kitüntetéseket Hanvas István nyugalmazott vezérigazgatótól vehette át a 20 díjazott. Kovács József, aki művezetőként dolgozik a Paksi Atomerőműben, egyike volt az elismerésben részesülteknek. Ki kell mutatnunk egymásnak azt, hogy hogyan becsüljük meg egymást a munkahelyen, hogyan tiszteljük egymást a munkahelyen, mert csak így tudunk megfelelő módon egymás mellett, egymásnak váltvetve munkát végezni. Így leszünk hatékonyak. A Csengély Dénes Kulturális Központban megrendezett ünnepségen a díjazást követően a Varidens társulat lépett fel, akik a ma ember által is könnyen befogadható módon mutatják be az autentikus magyar néptáncot. A Paksi elektromos buszhálózat működtetéséhez 35-40 speciálisan képzett buszsofőrre van szükség, ezért képzési programot indít az önkormányzat cége. A projektbe a Tolna megyei kormányhivatal is bekapcsolódott. A motor jár, hangja még sincs, ilyen csendes az elektromos busz, ezt az idei autómentes napon ki is próbálhatták az érdeklődők. Hamarosan több ilyennel találkozhatunk Pakson, ugyanis a város önkormányzata a Proteus Holding ZRT együttműködésével a városi e-mobilitás program keretében 10 darab elektromos busz beszerzését és forgalomba helyezését tervezi. A buszokat azonban nem vezetheti akárki, ezért képzés is indul. Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 21. életévét, illetve rendelkezik B-kategóriás vezetői engedéllyel. Ezt követően ugye szükséges elvégezni az egészségügyi alkalmasságit, illetve a GK-it, ahhoz, hogy valaki részt vehessen a képzésben. A jelenlegi tervek szerint 35-40 fővel indul a projekt. Ha ettől nagyobb lesz az érdeklődés, akkor a képzés évente, két évente megismétlődik. A programban a Tolna megyei kormányhivatal is részt vesz, a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály egyeztetések után felvállalta a képzés előkészítését és lebonyolítását. A képzés során a C plusz D kategóriás elektromos gépjárművezetői jogosítványt, illetve a GK és jogosítványt uniós projektből, GINOP programból fogjuk finanszírozni. Ennek során a képzés teljes összegét, tehát 100%-ot a kormányhivatal finanszíroz. A képzés célcsoportja a Paks és környékén élő álláskeresők lesznek, akik megfelelnek a képzés bemeneti feltételeinek, illetve az uniós program bemeneti feltételeinek is. A képzés szekszárdi helyszínen várhatóan 2018 évvégi kezdéssel indul, már 10 fő jelentkezése esetén is, így 2019-ben munkába állhatnak az első elektromos buszsofőrök Pakson. Minden eddiginél több szakmai előadást hallgattak meg a résztvevők az idei Balassa Nap tudományos ülésén. A rendezvény díszvendége Bejjei Árpád, a Pécsi Tudományegyetem nagykövete azt mondta, a gyógyító munka mellett a tudomány szolgálata is megjelenik az oktatókórházak hálózatában. A Balassa tudományos pályázatra, amit a fiatal munkatársainknak hirdetünk meg minden évben, örömtelően nagy számú jelentkezés érkezett. 22 pályamunkát adtak be a munkatársak. Mindez azt jelzi, hogy a gyógyító munka mellett jelentős figyelem fordítódik a tudományos munkára is a kórház rezidensei és orvosai között. Németh Csaba főigazgató úgy fogalmazott a Balassa Nap a kórház és a tudomány ünnepe Szekszárdon. Ez én azt gondolom egy olyan rendezvénye a kórháznak, amikor az összetartozásunkat, egy csapatba tartozásunkat tudjuk erősíteni, és
a közösségformáló és szemléletformáló ez a rendezvény. Az esemény díszvendéke Bejei Árpád professzor, aki a Pécsi Tudományegyetem nagyköveteként az oktatókórház fontos szerepéről beszélt. Olyan hihetetlen módon fejlődik az orvostudomány, hogy a fiúorvosok tudományos munkája nélkül elképzelhetetlen a csatlakozás a világfolyamatokhoz. Ez egy nagyon nagy érték a kórház számára. A Balassanapokat ebben az évben 17-szer szervezte meg a kórház. A tudományos előadásokat szakmai zsűri értékeli majd, és jutalmazza a szombati ünnepi ülésen. Több száz órányi helyi vonatkozású mozgóképet digitalizáltak Bátaszéken, melyet a továbbiakban a Helyi Értéktárbizottság kezel majd. Az archívumban 1964-es felvétel is van, folyamatosan azonban 1992-től követhetőek nyomon a város fontosabb eseményei. A katalogizálás után az Értéktárbizottság közkincsé kívánja tenni az anyagot, hogy mindenki számára elérhető legyen a videóarchívum. 204 különböző fájl, ez azt jelenti, hogy 204 kazetta volt, de a legtöbben csak mondjuk egy anyag van, vagy esetleg kettő, három egymástól független. Általános iskolás diákoknak tartottak pályaorientációs napot Bonyhádon. A gyerekek testközelből ismerkedhettek meg többféle szakmával, hivatással és azokkal, akik nap mint nap végzik azokat. Elmehettek például a helyi mentőállomásra, autóipari gyárba, a piacra és a városi önkéntes tűzoltók laktanyájába is. A diákok ide jöttek hozzánk megnézni, hogy mi a tűzoltók felszerelése, mivel foglalkoznak, és a végén csináltunk itt a tanterembe egy gyors tesztet. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a tolnai önkormányzati tűzoltóság munkatársai mutatták be munkájukat a gyerekeknek. A tolnai közlekedésbiztonsági napon a településen tanuló kisiskolások technikai bemutatókat láthattak, majd a rendőrök által épített ügyességi pályán megmutathatták, mennyire urai a kerékpárjaiknak. A gyerekek körében népszerű volt az úgynevezett részekszemüveg, melynek felvételét követően számos ügyességi feladatot kellett végrehajtaniuk, végül pedig a rendőrmotorok nyergébe is felpattanhattak, valamint a rendőrautókba is beülhettek. Dombóváron a rendőrkapitányságra látogattak az Illyés Gyula gimnázium diákjai. Az iskola 5. és 6. évfolyama részére bemutatták a kapitányság épületét, majd bűnügyi technikusi előadást tartottak nekik. A programon 72 fő vett részt. Regionális híreink következnek. Átadták a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, az eseményen Orbán Viktor kormányfő mondott beszédet. Útfelújítás, Somogyban idén 56 kilométert korszerűsítettek. Gyors döntés a Pécsi Járásbíróságon, percek alatt kapott 5 évet a bála gyújtogató. Orbán Viktor miniszterelnök adta át a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. A 3,1 milliárd forintból megvalósult létesítmény egy 3 pályából álló kosárlabdacsarnokkal, állandó és bővíthető mobillelátóval, 60 férőhelyes kollégiummal, irodákkal és előadótermekkel rendelkezik. Az új épületegyüttes alkalmas élmezőnybeli kosárlabdázók nevelésére felkészíti a fiatalokat a hazai és nemzetközi sportpályafutásra. A győzelem, az eredményesség csak pillanatnyi siker, sokkal többet ér a mindennapi munka, fogalmazott Rádh Géber László kosárlabda mesteredző, a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia ünnepélyes átadóján. A mesteredző megemlékezett a 2013-ban elhunyt Füzi Ákosról is, akivel hosszú éveken át dolgoztak együtt, és akiről, ahogy Rádh Géber László fogalmazott, a csarnok egyik pályáját nevezik majd el. Tisztelt miniszterem, kedves vendég! A Nemzeti Kosárlabda Akadémiát készült. És ezzel egy olyan álom várt valóránk, amely nem csak a jelenről, hanem a jövőről szól, és túlmutat rajta. Orbán Viktor miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, egy nagy terv megvalósulásánál lehetünk jelen. Véleménye szerint ma hazánkban több sportágban több létesítményt hívnak akadémiának, mint amennyi valóban az. A Pécsi viszont méltán viseli, ha Nemzeti Akadémia nevet fogalmazott a kormányfő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne kerülgessük a forrókását, az igazság az, hogy a diadal menet mégis akkor kezdődött igazán, amikor a Magyar Kosárlabda, a megyei László fene gyereke
rádnéve látszó Újvidékről Pécsre. Az igazság az, kedves pécsiek, hogy az eddigi tapasztalatom szerint, hiszen jó néhány akadémia létrehozásával része vettem már különböző sportágokban eddig, az a legfontosabb tanulság, amit összegyűjtöttem, hogy komoly akadémiákkal csak nagy egyéniséget törődnek. A Rádgéber Kosárlabda Akadémia a Dél-Dunántúl legnagyobb, az ország egyik legsikeresebb férfi és női utánpótlás műhelye. Az alakuláskor megállapított három alappillér közül a tömegesítés és a minőség már korábban, míg a modern létesítmény most valósult meg. 17 kilométeres felújított útszakaszt adtak át Somogy megyében Iharos, Berény és Berzence között. A felújítás mintegy 5,5 kilométeres szakasza Csurgó óvárosát is érintette, amelyre több mint 20 évet vártak az ott élők. Somogy megyében idén több mint 56 kilométernyi útszakasz korszerűsítése történt meg ezidáig 7,5 milliárd forintból. Kátyúmentesen sima aszfalton közlekedhetnek az autósok Iharos, Berény és Berzence között a 6819-es mellékúton. Igaz, erre több évtizedet kellett várniuk. A felújított út mintegy 5,5 kilométeres szakasza áthaladt Csurgó óvárosi részén is, ahol a projekt keretén belül 6 új gyalogos átkelő is kiépítésre került. A tervegyeztetés kapcsán vetettük fel azt a javaslatot, hogy az iskolák, templomoknak a megközelítése néhány helyen mindenféleképpen indokolja azt, hogy gyalogátkelő helyet építsünk. Összesen 6 új helyen került építésre gyalogátkelő hely. Én azt gondolom, hogy ez is egy óriási dolog, és még inkább a közlekedés biztonságot az itt élő gyerekeknek, idősebbeknek, a lakosoknak és az ide érkezőknek a biztonságos közlekedését jelenti, akár autóval, akár biciklivel, akár gyalog közlekedik. A gyalogátkelő helyek kiépítéséhez az önkormányzat 3 millió forintot biztosított. Az ünnepségen résztvevő Cseresnyi és Péter miniszter helyettes ünnepi beszédében hangsúlyozta. A kormányzat kiemelt feladatként kezeli a 4-5 számjegyű utak felújítását. Jövőre a Magyar Falvak programból erre 50 milliárd forintot, míg az autópályadíjakból 35-36 milliárd forintot különítenek el. Egy folyamatnak kell, és a folyamat állomásának kell ezt tekinteni, és ez egy 8-900 kilométernyi útszakasz megújítását jelentheti. A cél az, hogy 20 év alatt tudjuk megújítani ezt az úthálózatot. Itt kimondottam most a 4-5 számjegyű utakról beszélek, ehhez kell a forrást előteremteni. A kormányzat 2020-ig 400 milliárd forintot fordít összességében utaképítésére, korszerűsítésére, felújítására. Csökken a dolgozóknak adható adómentes juttatások köre. A jogszabályok jövő januártól lépnek életbe, amelyek érintik a pénzbeni és a lakhatási lehetőségeket befolyásoló kafetéria juttatásokat, de lesznek olyan területek, ahol nagyobb szerepet kapnak a dolgozókat segítő elemek. Változik a dolgozóknak adható juttatási támogatások rendszere 2019-től, mondta el a NAV megyei vezetője a Pécsi Iparkamara adófórumán szerdán. Jövőre kafetéria juttatásként a szép kártyára adható magánszemélyeknek maximum 450 ezer forint. Megszűnik a készpénzes jutalmazás. A 100 ezer forintos készpénzjuttatás 2019. január 1-től kikerül a béren kívüli juttatások közül. Ha ilyen kifizetés van a munkáltató részéről, az jogviszony szerint adókötelezett lesz, azaz bérjövedelemként nem csak a juttatónál, hanem az abban részesülő magánszemélynél is adóköteles lesz. A lakhatási támogatások is kikerülnek a kafetéria csomagból, vagyis megszűnik az adómentességük. A lakás célú munkáltatói támogatás adómentessége megszűnik abban a formában, ahogy 2018-ban volt. Ez az, amikor a bekerülési érték az építési vásárlási költség 30%-áig 5 év alatt legfeljebb 5 millió forintig adómentesen támogathatta a munkáltató dolgozóját. A lakás célú mobilitási támogatás is kikerül a csomagból jövőre. Ezt az albérlet vagy bérlakás kifizetésének segítésére kapták a dolgozók. Ez a minimálbér 60%-ának megfelelő összeg lehetett a foglalkoztatás első évében adómentesen. Helyette a munkásszállás igénybevételét erősítik, amit adómentesen adhatnak majd a foglalkoztatottaknak.
Több ezer szalmabálát gyújtott fel, 50 milliós kárt okozott, azonban a bíróság percek alatt döntött büntetéséről, 5 évet kapott a vádlott. A nyáron életbe lépett új szabályozás szerint egyetlen ülésen döntöttek sorsáról. Ehhez persze kellett, hogy a vádlott is együttműködjön a döntéshozás folyamatában. Így égtek azok a szalmabálák, amiket a most elítélt gyújtogató lobbantott lángra. A vádlott 2017. októberében és novemberében 4 különböző helyen, így Alsónyéken, Csikóstöttösön, Gödrén, Mincen-Godisán gyufával felgyújtotta a bálákat. A képeken is jól látszik, hogy jelentős károkat okozott ezzel. Összesen 4 sértett sérelmére, mintegy 10 000 szalmabálát gyújtott fel, amelynek következtében mintegy 50 millió forint kárt okozott. A vádlott végig letartóztatásban volt, és a napokban hozott a bíróság vele szemben ítéletet, őt 5 év szabadságvesztésre ítélte. Mindehhez nem kellett hosszú, akár évekig tartó tárgyalássorozat. A pécsi járásbíróság a nyáron életbe léptetett szabályozás szerint előkészítő ülésen hozta meg döntését csupán néhány perc alatt. Ez egy új eljárásjogi intézmény, az új büntetőeljárásjogi törvény vezette be július 1-ével, ami annyit jelent, hogy amennyiben a terhelt, a bűncselekmény elkövetését beismeri és a váddal egyezően azt tulajdonképpen elfogadja, abban az esetben a bíróság nem tűz ki tárgyalást, hanem ezen vádirat, illetőleg a beismert bűncselekmény alapján hozza meg az ítéletét, és ilyenkor csupán a büntetésnek a mértékéről kell döntenie. Természetesen azt vizsgálni kell a bíróságnak, hogy a beismerés nem kényszerítés, vagy például elmezavar miatt történt. A gyújtogató esetében nem volt ilyen körülmény. A bizonyítékok egyértelműen alátámasztották bűnösségét. Rongálás, szemetelés, dohányzás és kábítószer használat, a többi között ezeket a témákat dolgozták fel középiskolás fiatalok a Somogy megyei rendőrfőkapitányságon szervezett vetélkedőn. A Krimit Tud című megmérettetést 4 megye 12 csapatának részvételével rendezték meg. A cél, hogy megmutassák a diákoknak, van választási lehetőségük. Jegyzeteket szoktál készíteni? Egy a nagyapjától örökölt kést vitt az iskolába, emiatt pedig osztálytársai nehezteltek a fiúra, megpróbálták jobb belátásra bírni. Ez volt az egyik szituáció, amit a fiataloknak meg kellett oldaniuk a Krimit Tud országos bűnmegelőzési vetélkedő Dél-Dunántúli régiós elődöntőjén. Amikor megtudtuk, hogy erről lesz szó, akkor egy kicsit így zavarba is voltunk, mert igazából nem tudtuk, hogy milyen témákban, illetve milyen, milyen helyzetekbe fogunk így kerülni. És hát érdekes, de úgy álltunk neki, hogy sikerülni fog. Somogy, Zala, Tolna és Baranya megye résztvételével összesen 12 csapat vetélkedett a Somogy megyei rendőrfőkapitányságon. A fiatalok is fontosnak tartják, hogy a bűnmegelőzéssel vagy éppen a segítségnyújtással foglalkozzanak. Én úgy tekintek erre az egészre, hogy minél fontosabb. Nyilván a mai világban, illetve itt a 21. században nem tartja mindenki a legfontosabbnak ezt. Én úgy érzem, hogy egy fontos dolog, hiszen akárhogy de embertársak vagyunk, és fontos az, hogyha például egy bajba jutottat látunk, akkor segítsünk neki. A három fős csapatoknak életszerű helyzeteket kellett eljátszaniuk. Ilyen volt például a szemetelés, a rongálás vagy éppen a dohányzás kérdése. A Beugró című műsor mintájára készült vetélkedő házigazdája Pokorni Lia volt. A színésznő is fontosnak tartja, hogy a gyerekek is megtanulják a szabályokat. Azt látom, hogy a fiatalok iszonyan élvezik azt, hogy kinyílt a kapu, szabadnak lehet lenni, és annyi mindent ki lehet próbálni, és nem számolnak azzal, hogy ez mivel jár. Tehát olyan alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, amire azt gondolják, hogy esetleg jó buli, de sokkal súlyosabb következménye lesz. A rendőrség célja, hogy útmutatást adjanak a gyerekek számára. Már ebben a korban tapasztalják meg azt a választási lehetőséget, amely tulajdonképpen minden ember életében egyszer valamikor döntően a fiatal korban eljön, hogy választhatok, hogy kábítószerfüggő leszek, vagy nem leszek az, hogy bűnöző leszek, vagy pedig tisztességes ember leszek. A novemberi országos döntőn egy baranyai és egy zalai csapat képviseli majd a Dél-Dunántúli régiót. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Fejlesztés, 130 millióból újraindítanák a szövőipart Decsen. Még mozi is lesz, átépítik a művelődési házat Sióagárdon. Idén is 20 dolgozót jutalmaztak, átadták a céggyűrűket Pakson.
pályaorientáció, szakmákba postolhattak bele a bonyhádi diákok. A hétvégén, sőt egészen a jövő hét második feléig túlnyomórészt felhőtlen égbolt melletti szikrázó napsütésre készülhetünk, az évszakos átlagnál 5 fokkal melegebb lesz. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!